A szervezők annak ellenére sem mondták le a versenyt, hogy néhány nappal az érkezés előtt a szaudi kormány lezárta a határt, így csak is különleges engedéllyel lehetett az ország területére lépni. A szabályok szerint mindenkinek 2 napos karanténban kell lennie, ami után pedig el kell végezni a tesztelést. Tegnap előtt jöttünk, most pillanatnyilag karanténban vagyunk, de ma délelőtt voltunk egy Covid-teszten, egy koronatesten. 24 órán belül meg fogjuk kapni az eredményeket, és tudni fogjuk pontosan, hogy ki a negatív, ki a pozitív. Nagyon remélem, hogy negatív leszek, mivel én már az igazi koronavíruson túlestem ezelőtt egy hónapja. Szagmeister Gábor együtt érkezett Gyenes Emanuellel, aki tavaly megnyerte a Mail Moto géposztályt, amelyben az idén is indulnak. Én optimista vagyok, persze nem vagyok 100%-osan felépülve az idei sérülésem után, de úgy érzem, hogy menni fog. Lehet nem lesz pont egy olyan jó eredményem, mint a tavaly, de úgy érzem, hogy meg tudom csinálni ebbe az évbe is. A két versenyzőt és kísérő csapatát a szabadkai pilóta Pletl Norbert és családja látja vendégül a verseny kezdetéig. Kicsikét most ugye változnak a dolgok, egy utolsó 3-4 évben sokkal liberális előtt az élet, nők tudnak vezetni, egy kicsit európaibb lett, mint ami volt régebben. Ha minden rendben lesz a tesztekkel és negatívak lesznek, akkor a versenyzők szerdán felveszik a motort a kikötőből, és elviszik az első táborba, amelynek a helyszínén a tesztelést is végezték. A 2021-es Dakar Rally január 2-án kezdődik.